Firnic József hosszú évekig tevékenykedett a Magyar Kézilabda Szövetségnél, jelenleg pedig a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában testnevelő tanárként dolgozik. Emellett kézilabda edzőként mindent megtesz azért, hogy a sportág az intézményben és a városban még népszerűbb legyen a fiatalok körében, és hogy az edzők minél több tudást adhassanak át a gyermekeknek. Augusztus 27-én ezért szakmai napot tartottak, melyre a Magyar Kézilabda Szövetség legmagasabb vezetőit hívták meg. Amiért tulajdonképpen itt vagyunk, az nagyon fontos, hogy mi szeretnénk a Batthyány iskolával együtt ebben a régióban a kézilabda utánpótlásnak az egyik központjává válni, ami természetesen a Nemzeti Kézilabda Akadémia felé is egyfajta jelzés, hogy a legtehetségesebbeket természetesen lányokat itt tartani érdemli minél többet, de azok a gyerekeket, akiknek a szülei és maga a lehetőség és a tehetség azt kívánja, azok a gyerekek folytassák ebben a fantasztikus intézményben. A Duna ezen a területén olyan tankerületek kezdenek összefogni a kézilabda sportág érdekében, ami figyelemre méltó, és én minden Nemzeti Kézilabda Akadémiának a vezetője, olyan 6-7 férfi, 6-7 női klubbal állok úgy kapcsolatban, hogy a tehetséggondozásnak a végső fázisában 11 éves kor, 14-től a Nemzeti Akadémiához küldenek gyerekeket, kiválasztódnak az elit képzésre, és úgy tűnik, hogy itt most Firnici József, aki régen a szövetségben dolgozott, elindított az igazgatóról egy olyan folyamatot, hogy összefog a régió, és egy ilyen kapcsolatot tudnánk kialakítani, hogy a kézilabda napi testnevelésbe való nemzeti alaptantervhez kötődő anyagát elsajátítva tudunk együtt dolgozni. Az előadásra szép számmal érkeztek résztvevők. Az érden tevékenykedő testnevelőkön és edzőkön túl például Ajkáról, Veresegyházról és Tápiószeléről is érkeztek testnevelők, illetve az általános iskolás korosztállyal foglalkozó trénerek. A szakmai napon előadást tartott Juhász István, a Magyar Kézilabda Szövetség szakmai igazgatója, Gyömrei István utánpótlás szakágvezető, Zsiga Gyula EHF mesteredző, valamint Mocsai Lajos, a Nemzeti Kézilabda Akadémia főigazgatója. Juhász Pista a Magyar Kézilabda Szövetség kézilabda az iskolákban programjáról beszélt, amiben most az idei tanév kezdetétől már 90 iskola vesz részt, és ebben a rendszerben a testnevelő tanárok egyfajta anyagi támogatást is kapnak a Kézilabda Szövetségtől, és egy ilyen közel 200.000 forint értékű labda, felszerelés, szakkönyv, egyéb mást kapnak ezek az iskolák, és hál' Istennek ebben a mi iskolánk is bekerült az idei évtől. A következő részben ugye Mocsai tanár úr beszélt a Nemzeti Kézilabda Akadémiáról. Most jelen pillanatban Zsiga Gyula előadását látják, aki pedig kimondottan az iskolai kézilabdázásról, tanmenetről, az ott folyó módszerekről, órabeosztásról, stb. Beszél. És az utolsó részben pedig Gyömere István kolléga, ő a Magyar Kézilabda Szövetség gyermekbajnokságának a rendszeréről fog tartani egy átfogó előadást, és utána pedig természetesen egy kötetlen beszélgetés formájában minden kérdést föl lehet tenni, ami a tárgyal kapcsolatos. Mocsai Lajos beszámolója természetesen a Kézilabda Akadémiáról, annak funkciójáról, alakulásának körülményeiről és működéséről szólt. Legalább 6 komoly funkcióval rendelkezik. Az edzőképzés től kezdve a játékvezetői képzésig, a nemzeti válogatott, utánpótlás válogatottak kiképzőhelyéig, és mondhatnám tovább, így a nemzetközi edzőképzésnek is egy európai központja lehet. Hiszen olyan létesítményrendszer alakul ki, 4 kézilabda pályával, erősítő központtal, kondicionális résszel, úszodával, szabadtéri létesítménnyel, ami szinte Európában egyedülálló lesz. Hát ezzel kapcsolatban jöttek a kérdések, ki kerülhetnek be, melyik az a szűrő, az a kiválasztási, vagy inkább úgy hívom kiválasztódási, mert mi már olyan emberekkel szeretnénk dolgozni, akik már gyakorlott kézilabdázók, tehát már komoly erényeket mutattak, mind a versenyzői, mind a gyerek kézilabda területén. És az volt az egy kérdés, hogy mi lesz, ha én befejezem ezt a munkám, hogy a folytonosság hogyan képzelhetően megmaradt, és hát jeleztem, hogy ez a Nemzeti Kézilabda Akadémia, a Magyar Kézilabda Szövetség által működtetett akadémia. Amíg ők ezt fontosnak tartják, szerintem az MKSZ-nek a legfontosabb projektje az elmúlt 50 évben. Firnic József elmondta, a tervek szerint nem egyszeri alkalomról volt szó. A jövőben legalább fél évente szeretne hasonló szakmai napot tartani, hogy rendszeresen segítséget nyújthassanak a korosztállyal foglalkozó edző kollégáknak.